Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy kedvezményes Valentin napi jóslás Torina részére. Kedves Torina, üdvözöllek téged, ez a te videód, és először megnézzük a szerelmi jóslást, ezt a kirakást, aztán áttérek az asztrológia területére az indiai számítás szerint. A bal oldalon lévő kártyák azok a te képeid, a jobb oldalon lévő kártyák jelentik az ő helyzetét. Amit te most itt középen látsz bal oldalon, ezek a te kártyáid, és jelentik a te jelenlegi helyzetedet. Az első kártya, ez a könyv, utal a tudásodra. Itt lehet egy képzés is, de jelenti a titkokat is. A középen látható kígyó jelent egy hölgyet, akitől tanulsz valamit, de jelentheti azt is, hogy van egy nő a közeledben, és eltitkol valamit előled. De úgy is tudom elmagyarázni ezt a kombinációt, hogy légy óvatos ezzel a nővel, és tartsd meg a titkaidat. Ne meséld el neki azt, amit téged foglalkoztat, vagy amit te tervezel, ne beszélj érzelmekről. A harmadik kártya, ez a lilium, mutatja az ártatlanságot, a tisztaságot is, és itt rendeződnek a dolgok. Ez a kígyó jelenthet nálad változásokat is, és benne vagy ebben a transformációban, és sokat tanulsz most az élet iskoláján. Visszatérve erre a liliumra, nem csak a tisztaságra utal, vagy arra, hogy itt rendeződnek a dolgok, hanem a Lenormand kártyánál mutatja a testi kapcsolatot is. Ez még mindig olyan titokzatos, de megvan nálad ez a kisugárzás, ez a varázs erő, és ez a vonzalom, ez a testi vonzalom. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. A jobb oldalon látható képek ott középen mutatják az ő jelenlegi helyzetét. A nap jelenti az ő sikereit, az ő fellépését, a kisugárzását, de azt is, hogy megbízhatsz benne. Van ez a nyitottság. A középső képen látható ez a horgony. Annak két jelentése van. Egyrészt szeretne valahol lehorgonyozni, legyökerezni, másrészt utal az ő munkahelyére. A harmadik képen látható ez a kulcs, mutatja az ő magabiztonságát, és ezzel a kulcssal le lehet valamit zárni, és ki lehet valamit nyitni. Ez utalhat munkahelyi változásokra, vagy arra is, hogy néha nyitott, néha zárkózott. Most megtekintjük azt a te oldaladon, hogy miről kellene elgondolkoznod, mi legyen a terved, mi várható a közeljövőben. Ott felül bal oldalon látható az ostor. Ahol az ostor megjelenik, ott vannak viták, veszekedések, és a mellette lévő kártya, ez a ház, utal az otthonodra, vagy családi kapcsolatokra. Itt lesznek viták, erre számíthatsz. Erre utal a horoszkópod is, mert a négyes ház mutatja a te otthonodat, ott van a bak jegye, és idén
Itt a bak jegyében mozog Szaturnusz bolygó, itt lesznek változások, számíthatsz arra, hogy idén elköltözöl, vagy valamilyen változás lesz az otthonodat illetően. Te ne félj ettől a változástól, mert a harmadik kártya a szerencsét hoz neked. És most megtekintjük azt, hogy mi foglalkoztatja őt, mik a tervei, mi várható nála a közeljövőben. Ott fent jobb oldalon a gólyák utalnak változásokra. Ezek mindig nagyobb változások, mint például egy költözködés vagy egy új munkahely. A középső kártya is arra utal, hogy egy új irányt, egy új lehetőséget keres. Ő a közeljövőben eljut ehhez a kereszteződéshez, és kell számára egy új irány. Az is lehet, hogy az élet utatok kereszteződik, és ez kihat a sorsára, és ez lesz ez a nagy változás. Ami ezt a fát illeti, ezt mutatja a harmadik kép, az utal egészségügyi dolgokra, egészségügyi témákra, de a fának van más jelentése is, mégpedig azt mutatja, ahol ő most legyökerezik. És ez a terve, ez a szándéka. Most megnézzük a te titkaidat. Ezek a titkok azt jelentik, amit te titokban szeretnél tartani, vagy valami, amit még nem látsz, mert ez később fog bekövetkezni, tehát ez még egy nagy titok. Ott bal oldalon alul látható ez a torony. Ez utalhat hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági perre, de ennek a toronynak van egy más jelentése is, amikor te fogva érzed magad, és keresel egy kiutat. A csillagkép a torony mellett szerencsét hoz számodra, lesz egy változás, lesz egy kiút, azon kívül ott van még ez a hajó, ami utal külföldi kapcsolatokra, utazásokra, vagy egy belső útra. Ezek lehetnek spirituális dolgok, és az jól passzol a csillagképhez, ami az asztrológiát is jelenti. Ennek a hajónak van még egy más jelentése, mert szimbolizálja a reményeket. Jóra fognak fordulni a dolgok. És most megtekintjük az ő titkait. Itt jobb oldalon alul látható ez a ravasz róka. Mellette a kutya, tehát itt vannak hamis barátságok, és ez a levél utal egy hírre. Ez lehet egy szóbeli hír, vagy valami írásban. Valaki hazudozik neki, becsapja őt, hamis információk vannak itt, de ő ezt nem látja, mert ez egy titok, vagy nem akar odafigyelni rá, mert megbízik ezekben az emberekben. De idővel kiderül ez a hamisság, ez a hazugság, ez eltarthat nyár folyamáig. Most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. A gyűrű köt össze benneteket. Tudom ezt korai még mondani, de szerintem ez a kapcsolat házassághoz vezet. A gyűrű jelenti azt is, hogy visszatért az életedben, ez lehet kettőtök között egy kármikus kapcsolat. És most áttérek az asztrológia területére. A nap állása szimbolizálja a ti éneteket. A te horoszkópodban, ez a vízöntő jegyében van, te egy különleges személyiség vagy,
A vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, kell számodra a könnyűség, vannak jó ötleteid, terveid. Az ő horoszkópjában a nap az indiai számítás szerint az ikrek jegyében van. Itt nála mindig van mozgás, szeretne felfedezni dolgokat. Az ikrek jegye szintén a levegő elemét szimbolizálja, így kettőtök között megvan ezen a területen a harmónia. Most megtekintjük a hold állását. Te egy teli hold napon születtél. A napod a vízöntő jegyében, a holdad az oroszlán jegyében, ez szemben áll, ez mutatja ezt a teli holdat. Az indiai asztrológusok azt mondják, ha valaki egy teli hold napon született, annak szerencséje van, mert megvilágítja az életutat. Nála ez másképp van, mert ő egy fél hold napon született, és ez utal belső feszültségre. Gyakran ez a gyermekkorból jön. Az ő napja az ikrek jegyében van, a mi földünk a nyilas jegyében, és a hold az pedig a szűz jegyében. Egy fél holdnál megvan ez a kapcsolat a nap, a hold és a föld között. Kihatnak rá az elemek, tehát a levegő eleme, ez az ikrek jegye, a tűz eleme, ez a nyilas jegye, és a föld eleme, ez a szűz jegye, hiányzik a negyedik elem, és ez lenne a víz eleme, ami érzelmekre utal. Mivel hiányzik ez a belső egyensúly, a víz eleme, ő ezt szeretné másoktól megkapni. Lehet, hogy ez, ami a gyermekkorából jön, és a gyermekkorában hiányzott ez az érzelem, ez a kapcsolat a szüleihez, és mivel ez hiányzik nála, ezt ő szeretné bepótolni. És hol keresi? Természetesen a párkapcsolatban. A hold szimbolizálja az érzelmeket. A te holdad az oroszlán jegyében van, az ő holdja az ikrek jegyében, és ez harmonizál egymással. Mert nálad a tűz eleme hat, nála a levegő eleme, és a két elem között megvan ez a barátság, ez a harmónia. Most megnézzük Vénusz bolygót. Vénusz bolygó szimbolizálja a szépséget, a harmóniát, a művészeteket, de a te nőiességedet is. Kihat a párkapcsolat területére. A te Vénusz bolygód az a kos jegyében van. A kos jegye az a tűz eleméhez tartozik, ez mutatja a szíved melegségét, de a szenvedélyeket is. Az ő horoszkópiában Vénusz bolygó az ikrek jegyében van, és az mutatja, hogy képzeli ő el a párkapcsolatot. Az ikrek jegyénél a levegő eleméről van szó, és kell számára a könnyűség és a kommunikáció. A tűz eleme és a levegő eleme harmonizál egymással, így a szerelmi élet területén megvan köztetek ez a vonzó erő. És most megtekintjük Mars bolygót. Mars bolygó mutatja a mi erőnket. Ez nálunk hölgyeknél is megvan. A te horoszkópodban Mars bolygó az indiai számítás szerint
a nyilas jegyében van. Ez a tűz eleméhez tartozik, nálad megvan az akaraterő, a bátorság, tevékeny vagy. A Mars energiája itt ki tud bontakozni, viszont figyelj oda arra, hogy melyik irányba fekteted be az erődet. Számodra kellenek konkrét célok. Az ő horoszkópjában Mars bolygó az a mérleg jegyében van. Mars mutatja az ő férfiasságát, egy szép ápolt férfit, azon kívül megvan a tehetsége a művészetek területén, viszont ha be kell bizonyítani magát, vagy védenie magát, akkor ez nehéz számára, mert ő nem szeretne senkit megsérteni, és ha úgy adódik, hogy ő tényleg megvédte magát, akkor bocsánatot kér, mert szeretné a dolgokat rendbe hozni, szüksége van erre a harmóniára. A mérleg jegye nem csak ezt a harmóniát jelzi, hanem szimbolizálja a párkapcsolatot, tehát nála, mint férfinél ez áll a középpontban, ez a terve, ez a vágya, erről álmodik. Kettőtök között újra megvan a harmónia, mert a te Mars bolygód a tűz elemében van, az ő Mars bolygója a levegő elemében, és a tűz, levegő, a két elem között megvan ez a barátság. Amire oda kell figyelned, a te Merkur bolygód, ami a kommunikációra utal, a Bak jegyében van, az ő Merkur bolygója a Rák jegyében van, és ezek szemben állnak. Itt mindig mérlegelni kell a dolgokat, ha beszélgetésekről van szó. Ne túl sokat, ne túl keveset. Meg kell találni ezt a középutat, mert előfordulhat, hogy ő visszahúzódik. Amit még megemlítenék, az ő horoszkópjában a lefele mozgó hold csomó Kétu, ez a kármikus csomó, ami az ő múltjára utal, az a Skorpión jegyében van. És múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig itt a Skorpión jegyében mozog a lefele mozgó hold csomó Kétu, visszatért hozzá, tehát idén, jövő év elején nála vannak ilyen kármikus témák. A felfele mozgó hold csomó Ráhu szintén egy kármikus csomó, keres egy új irányt, egy új lehetőséget, egy kiutat, valamit, amit ő még nem ismer. Az ő horoszkópjában ez a felfele mozgó holcsomó a Bika jegyében van, és múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig pontosan itt mozog ez a felfele mozgó holcsomó Ráhu, és kihat rá, itt lesznek kármikus témák, ahol az ő lelke keres egy kiutat, egy új lehetőséget, hogy melyik életterületen hat rá, nem lehet tudni, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Kedves Viala, így tudtam ezt a Valentin napi akciót elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!